Üdvözlök mindenkit, T-Marti 3000 vagyok, és sokak örömére egy autós játékkal fogunk, pontosabban fog Vizor játszani. Mutatkozzál befelé, koponya módra. Csöcs, koponya vagyok, és már a Corvette-en fogok játszani. Na nézzük, ezt a játékot több platformra is kiadták, PC-n kívül még, ha jól tudom, PS2-re is, talán Xbox-ra biztos, hogy kiadták. És miből áll ez a játék? Karrier módot választottad ki, ugye? Nem, elindult a demo, most indítom a karrier módot. Ja. Amatőr. Okay. És akkor kezdjük az első versennyel, 2500 Speedway East. Nézzük, milyen színek vannak. Tehát... Ebben a játékban nyilvánvalóan csak Corvette-ek vannak. Igen, viszont azok több színben. Akkor legyen piros. És lehet tuningolni a kocsikat. No. Ha még nitró is van. Látjuk nézetet, van ilyen nézet, ez a második. Ez a harmad, hát ez, wow. Negyedik, ez a, hát itt elég nagy a hú, de ilyen GT3 után nem csodálom. Van egy ilyen is, és ennyi nézet van. De tök érdekes, hogy így ilyen tök jó digitális fordulatszámmérőnek kilométer óra van. Hogyha belső nézetre változ, akkor meg az a szar analóg. Ami igaz, hogy jobban illik ehhez a kocsihoz, de attól még szar. Miért ajánlottad ezt a játékot? Erre kíváncsi vagyok. Hát egyrészt szeretem az autós játékokat, mondjuk ezzel még nem játszottam, másrészt ez fut ablakosban is. Ez mennyire meggyőző. Én is látom, hogy mit csinálsz. És mondom, nem játszottam még ezzel a játékkal, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit tartogat. Általában a TDK által fémjelzett játékok nem szoktak annyira hűde jók lenni. De lemezék azok jók. A TDK együttes, ja. Ugye milyen izgalmas ez az első bevezető verseny? Tudod, mire emlékeztet engem ez a kocsi? Na mire? Egy kólás üvegre? Nem, van az a rizzi, az a Prostamol Uno reklám, abban van ilyen hasonló rozzant régi Verda. De ez minden, csak nem rozzant. Nököm az. Ne szórakozz most komolyan. Nálam a kocsik azok a 80-as évektől kezdődnek. Pont amikor ilyen kocka alakú minden. Gratulálok, Martin. Igen. Peugeot 205, az rohadt jó kocsi. És a 405-ös? Az nem tudom milyen. Hülye. Az a szedán változat, ami? Lehetséges. új szint nyertem. Most egy szépen tanúságot, nem tudom megfogalmazni ezt, bebizonyítottuk, hogy mennyire értünk a kocsihoz, mehetünk a következő versenyre. Azon vagyok. Jaj, még ez a nézet. Nem. Hát ez talán jó lesz. Vigyázzunk a fűre, ne menni. Ne menjetek a fűre, fűre tépni szabad. Igen, ez most filmutalás. Mert akkor nagyon megcsúszik a kocsi, és a pozíció számot azt ott a térképen lehet látni. Amelyik a nagy karika, az a te kocsid, és most az van kiírva, hogy 6-os, mert utolsó vagyok, mert elbasztam, elszartam. Én most zárkozok fölfelé. Most már csak ilyen Forma 1 kommentár kéne. Hát... Földi Attilájé például Mihály Schumacher. Most képzeld el, Földi Attila ezt kommentálja. És Vizor átvette a vezetést. Nagyon szépen vezet a magyar fiú. És pont ekkor csúszok ki. De hát ezt a rajtnál sem játszott az ausztrán, hogy szép tiszta a rajt, közben kicsúsztak vagy hatan. Nagyon szépen vezet, itt Robi vagyok. Érdemes tényleg itt óvatosan vezetni. Amúgy ez egy arcade játék, szóval ne számítsatok arra, hogy nagyon összetöritek magatokat, meg ilyesmi, viszont lehet tuningolni a kocsit. És ne nagyon menjetek neki a gépnek, mert akkor így részről után szabadon te lassulsz be, ő pedig kap egy új boostot. És itt kicsit lassan vettem be a kanyar, de a kimeneti éven meg lábgyorsabb volt. És itt megpróbálok elmenni a belsőjében, úgy,
kör, karika, és már is vettem a vezetést. Szóval azt mondod, hogy ezzel a játékkal nem játszottál. Érdekes pedig... Jó, akkor úgyis most nem nagyon beszéltünk még erről. Akkor Martin, ennek kérdésem hozzád. Na mondjad! Mi a véleményed a Forzáról? Magas! Halljuk. Ez nagyon magas labda. Ez a te véleményed, szóval én nem folyásolom be semmilyen mértékben, úgyhogy te nyugodtan mondjad. Oké, akkor ez egy 1-2 perces monológ lesz. Nyugodtan. Ugye tudjátok, hogy a Forzának volt egy első része is, amit még a legelső Xbox-ra adtak ki. Az egyesre, ami nem a mostani egyes. És nem az Xbox One-ra, hanem az Xbox egyesre. És sokak dicsérték azt a játékot, mert végre Xbox-ra érkezett egy Gran Turismo killer, mert hosszú évekig az egyetlen Gran Turismo jellegű játék Xbox-on a Sega GT 2002 volt. Aztán végül kiadtak egy jó kis szimulációs játékot, amiben törtek is a kocsik, a Gran Turismo 4-ben nem. És nem rossz játék, jó lenne, ha nem lenne szar. De ezt most jól megfogalmaztam, ezt meg is kéne indokolnom. A mesterséges intelligencia az szar. A Forza 1-ben. Lehet, hogy azóta már kiadtak 4-5 részt, azóta lehet, hogy már kiavították, de abban a játékban egyszerűen nem emberek ellen mész, robotok ellen mész, akik mindig ugyanúgy veszik be a kanyart, híneken mennek lényegében, és emiatt a játék élvezhetetlen, pedig van benne több száz kocsi, meg minden, meg a... mondjuk a kezelése a kocsiknak az egy kicsit túl realisztikus. Tehát fékezés közben abszolút nem tudsz kanyarodni, egyáltalán nem. Még talán, hogyha bekapcsolod az ABS-t, akkor talán, de amúgy nem. Ennyi? És rengeteg... Várjál, most kezdek belejönni. Rengetegszer fölhúztam magam azon a játékon. Hoppá, ebben a játékban vannak rendőrök is. Igen. LOL. Forzán rengetegszer fölhúztam magam, hogy mindig az utolsó körben van az, hogy vagy belúz egy ellenfél, vagy a játék hirtelen megváltoztatja a fizikáját, és direkt előbb kell fékezni a kanyarokban. Tehát így igazából játszani kell azzal a játékkal, és tudni fogjátok, hogy miről beszélek, hogy mennyire csaló tud lenni az a játék. A zene az szar amúgy, unalmas, eseménytelen. Ismétlődül meg minden. Junkie XL-nek a ilyen rockzenék feldolgozásai vannak a Forza 1-ben. Ezt igazából a Roy Christian, amikor letesztelte a Forza 1-et, akkor ő is kifogásolta, hogy nagyon átlagos a soundtrack. Kocsi választék az nagyon jó, mert akkoriban jött ki, amikor a Need for Speed-esek még nem is tudtak álmodozni arról, hogy Ferrari legyen egy Need for Speed játékban, a Forzában meg már volt. Igaz, hogy a régi Need for Speed-ekben volt Ferrari, mindegy. És várjál, még mit akartam ehhez hozzáfűzni, mindjárt befejezem. Nyugodtan, közben kilöptek úgyis. Ó, nekem jöttem a gépnek. Te rongó. Hát ezt van nem nyerem meg, igen. Jóló. Na és... Rohadt rendőrautó. Ja, tehát igazából a Forza 1-et nagyrészt a gépi játékosok rontják el. Mással meg amúgy se tudsz játszani, mert már 5-6 éve nincsen Xbox Live sima Xboxon. Meg mi? Ja. Igazából ez váraton miért, hogy most erről kellene nekem beszélnem. Fúlhattál volna videó előtt, hogy szedjem össze a gondolataimat ezzel kapcsolatban, de... Jó, hát... Ez sikerült most összehoznom. Nekem is váratlanul jutott eszembe, hogy legyen egy téma, hogyha már úgyis autós játékra foglalkozunk, legalábbis most. Forza az amúgy nagyon idegesítő tud lenni a gépjátékosok miatt. Még hogyha easy-re állítom, akkor is ok nélkül beléd jönnek, kipörgetnek, meg minden. Vannak olyan versenyek, ahol hogyha... Amit csak normális módon egyetlen egyféle kocsival lehet nyerni. Visornak küldtem egy videót, amiben egy rohadt opkurva Corvette Stingray-t... Pont a Corvette. Igen, a Corvette. Laguna Secán az első kanyarba csak úgy tudtam megnyerni a versenyt, hogyha belementem oldalról és kilöptem azt a rohadékot.
mert amúgy soha az életben nem értem volna. Olyan verseny volt, hogy azt hiszem 70-es évekbeli kocsikkal lehetett menni maximum, és nem volt Corvette Stingray-m, az volt amúgy a versenyben a legerősebb kocsi, hanem ilyen Porsche-vel mentem. Majd lehet, hogy közé lesz téve az a videó igény szerint. Bár nem túl jó minőségű, mindegy. Hát krumpli minősége van, igen. Igen, krumpli. Mi csinálsz? Kipörgettek, rendőrautó látod. Na, ezt szokták csinálni a Forzában is, igen. És még egyszer hangsúlyozom, a Forza 1-ről beszélek, ami Forza Motorsport néven jött ki. Nem a Horizonról, nem a Forza 2-ről, a legelső Forza. És nem a 3-ról, meg a 4-ről, meg az 5-ről. Meg arról sem. És nem a Forza Horizon 2-ről. Meg arról sem. Én csak, hogy tisztázzuk. Már igen. Rendőrautó eltűnt, helyes. Térjük utol végre ezt, így. Paprika, kóla, szia. Mindjárt vissza fog előzni. Nem? Fuck. Nem tudom, mit akartam ott csinálni. Szóval ez a véleményed a Forzáról. Vagyis az első részről. Egy rövidebb véleménykifejtés volt, hogyha összeszedem a gondolataimat, meg lehet, hogy egy stream keretében így megmutatom, hogy miért utálom. Akkor is elbasztam. Hát mert pörgültem, mert túl kövér gáztattam, amikor kijöttem abból a kanyarból. Neki mert annak... Ki tudom bajonlőtni a gépet a rajtnál? Ha már is Corvette, úgy, de... Na, itt legalább ki lehet lopni a gépi ellenfeleket. Forzában nem. Ott mindenki sínen megy. Kivéve te. De attól... Elég érdekes ez, hogy háromszor kipördíted, aztán még előtted megy. Egyszerűen visszaáll egyenesbe gyorsan. El most itt nem fogom tudni, mert ugye elég egy csiga tempóval megyünk. Na, látod? Mit csinál? Visszaáll egyenesbe. Hogy csinálja ezt? Nem tudom. Hát ez SCS, STM, ABS. HDMI. Hajnbot. Hajnbot. Azért nyertad meg azt a verset, mert ajbotot használta. Érdekes is lenne, most ezt gondolj bele. Azért nyertél a Forza 1-esben, mert ajbotot használt a Corvette-en. Hát én is az volt, mert rácéloztad magadat. Hát hülyék vagyunk. És ez a játék? Ez... Nem mondom, hogy ez egy szarjáték. De végül is, ilyenre mi nem volt példa, hogy csak ilyen Corvette-es játék van. Tehát volt valami korábban, azt hiszem a 90-es évek során a Nintendo-ra van, volt egy ilyen Corvette, de így az összes generációt, tehát akkoriban az összes generációt feldolgozó ilyen játék nem volt. Úgyhogy ez érdekességnek mindenféleképpen megemlítendő. Igaz, hogy ez egy arcade játék, szóval nem számíthatok ilyen nagyon realisztikus valamire, viszont el lehet ezzel szórakozni. Persze, mondhatnátok, hogy annyira nem hosszú, meg ilyesmi, de nincs egyszerű dolgot. Tehát, hogyha például itt a forgalomra figyelni kell, mert ha nekész a forgalomnak, akkor az a kb. El is veszítem ezt az előnyömet, ami eléggé gigantikusan tűnik, de ugye egy hiba is azt eredményezheti, hogy lol, you died, lol, you died, vagy valami ilyesmi. És én nem tudok a Forzáról véleményt alkotni, mert nem játszottam még egy résszel sem. Baszd meg. Egyszer oda megyek hozzád, vagy mit tudom én, elhozom az Xboxomat, aztán ott igen, kényszerítelek arra, hogy forzázzál, igen. Ezt is te komolyan gondolod? Igen. Miért? Mert azt meg kell tapasztalni, hogy mennyire szar tud lenni az a játék pozitívumai ellenére. Tudom, hogy rengeteg kocsi van benne, meg rengeteg tuningolási lehetőség, meg mindenféle matricát tehetsz a kocsira, meg igényes műalkotásokat hozhatsz létre, csak egyszerűen azokkal nem tudsz versenyezni, mert a gép annyira szar. Annyira idegesítő, unfair, csaló, minden negatív. Na, mit nyertél? A második generációs Corvette-t. Ú, de jó. Vagy még nem, mert ezek mind az 58-as első generációsak, csak így több szint mutatnak. Ez a jelenet akar ilyen lenni, hogy nyertél, megnyerted ezt a kategóriát. Vagy ezt az evolúciós vonalat. Ezt azt nézem, hogy ez most ismétlődik? Valószínűleg igen.
átvált az elejére, akkor valószínűleg ismétlődni fog. Igen, akkor tovább megyünk. De hogyha már ennyit szittam a Forzát, mondok én egy jó játékot, jó autós játékot is Xboxra. Sega GT 2002. Ennyi. Na és itt milyen szín legyen? A második generációs, ami még nem a Stingray, mert ez a harmadik lenne. Mondj egy színt. Piros. Jó, megnézzük ezt a ve... hát itt nem lesz egyszerű dolgunk. Az mi? Na, ez egy érdekes pályának ígérkezik. Ellentétben a Forzával kapcsolatos véleményeddel, vagy most itt mire gondolsz? Nem, ez csak így mondta, hogy mindenféle építkezés, meg markoló van itt, ez egy érdekes pálya, ilyet nem lehet gyakran látni. De a Forzában jó pályák vannak, csak... Várjál, nem, tévedtem, a Forzában nincsenek sok... Forzában ki nem állhatom Silverstone-t például. Lehet, hogy valóságban egy jó pálya meg minden, de abban a játékban nagyon hülyén van. Várj, valamit ki kell hangsúlyozni. A régi variációra gondolsz, azóta átépítették. Ja igen, amilyen a pálya volt 2005-ben, amikor a játékot csinálták. Arra gondolom. Hú, aki ne lökél. Meg nem értem, hogy miért mániája minden autós játéknak, hogy benne legyen a Nürburgring. Mármint a hosszú Nürburgring? Igen, az a 20 kilométeres vagy mennyi. Nevez nevén, Nordschleife. Nordschleife, az. A Nürburgringnek is több konfigurációja van. Van ugye a Grand Prix, a rövid, annak is van egy rövid változata, meg van a Nordschleife is. Hát, de a Nordschleife az csofadék, az ilyen, hogy van egy ilyen 30 kilométeres egyenes szakasz, aztán a végére beraknak egy ilyen sikánt, vagy akármi. Pedig ez egy klasszikus pálya, tehát ezt nem veted el tőle. És nem is egyszerű, tehát azt nem lehet azt mondani, hogy hát az egy perc alatt megtanulod. Amikor hát 7-8-9 perc, egy kör rajta. Autótól függően. Vagy még több. Na ezt a versenyt befejezem, aztán szerintem végén a videónak mit szólsz hozzá. Oké, úgyis beszéltem eleget. És hogyan vélekedsz erről a játékról? Nem tűnik rossznak. Ez meglepő a TDK-s kijelentésed után. Hát miért most Aquaman-nel játszottál? Te erről hirtelen egy másik franchise-ozott az eszembe, de no. Az is TDK-s játék. És ez mennyire szar? Nagyon. Hogy te milyen meggyőző tudsz lenni? Wow. Wow, dude. Wow, dude. Shooting dude. Jó kis klasszikus szaxofon szól itt a háttérben. Ez aztán szépen alliterált. Anyám, annyit alliterálok. Jaj, nem. Úgy. Megtartjuk az első helyet. Kám. Célba értél már? Kám. Mindjárt beérünk. És ennyi. Itt vagyunk a célegyenesben. És akkor itt a videó végében el is köszönünk. Köszönjük szépen a figyelmet. Tudós Sáska, Sajtos Kifő és Vosperec. Sziasztok! Ja, és várom az utálkozó kommenteket, hogy a Forza nem szar. Köszönöm. Sziasztok!